aki a nagy pocsétán átlábolt. Éppen hangzott a furúja szó az ajtó előtt. A krányec frányó jelent meg a küszöbön. Ez a bicska kereskedő a bögre üzér. Fiatal még a legény, alig több 26-28 esztendős de a képe olyan ráncos már a sok viszontagságtól, mint egy vénemberé. emberé. Ellenben a minden tréfára kész mosolygás, megint olyan fiatal rajta, mint a gyermek ábrázaton szokott lenni. – Mi hol van la? – asszony. – Farkast emlegetünk, s a kert alatt kullog. A tótlegény még kedélyesebb nevetésre húzta szét a száját. – Jaj, kírem, nem vagyok én farkas, vagyok én csak birka. Dicsírtessék a Jézus Krisztus! Folyékonyan beszélt magyarul, csak hogy azzal a bizonyos felvidéki akcentussal, amely önkéntelen humort kever a beszédbe. Mindörökké ámen. Hát maga frányú, hogy maradt ilyen későre? A kamerádjai már mind elmentek. Hát kamerádjai ma napszámosok. Azoknak parancsolja a pallér, mikor harangoznak, kell nekik ugrani. De én vagyok zúr, nekem nem parancsolja senki. Még Montenegrói Vladika sem. Mikor nekem tetszik, megyek végig hosszú utcán, fújom tilinkómat, eladom kést, bicsakot, főzőkanalat. Nem vagyok paraszt, tudok beszélni szakácsnékkal, asszonyságokkal szípen. Hát jól megy a kereset? Jól menne magát, csak... Átkozott sok pálinkás bót, ne gyűnne elejbé. Háj, bizony, muszáj mindig keresztet vetni magamra, amikor látok boltablakba kirakva szép szebb, klázlikat, piros, sárga, zöld. Az mind ismeri engemet, azt mondja, pocs szem. Hát, sok nekem kell itthon maradni utoljára, mert én vagyok kasszírus. Én szedem be hálás pénz túl előre holnapra valót. Lidi kisasszony is megszólította a sipotárt. Ugye a krányec úr, mondja csak, hogy van az. Én a minap reggel húsz embert számláltam meg, aki abból a maguk háló helyükből kilépett. Mi az? Hát, rágalátos oltári szípség, azok ott tahálnak. Mind a huszan. Aj, nem annyian, csak huszonöten. Uram, ne hagyj, huszonöten egy fáskamrában. Az mind semmi. Hát, mikor elmentünk keresztül a nagy pocsétán. Miféle pocsétán? Hát, aki van útjába Amerikának. Hát magának az Atlanti tenger csak nagy pocséta. De nagyon nagy pocséta. Hát ott a hájtunk százan egy rakáson, fabódéban. en feküdtünk így keresztben, másik 25 hosszában. A többi meg hosszú vastag kötére akasztva ígyni, hogy két karja lelógta magát. Hát aztán miért nem maradt ott Amerikában, ha már oda át volt? Hát csak mert nem tetszette nekem. Pénz van annyi, mint a polyva. Krumpli is van. Nagyon jó. De nincs becsület. Hogyhogy hogy nincs becsület? Hát úgy nincs, hogy ott minden ember goromba. Úgy néznek rám, mintha loptam volna nekik. Volt nálunk nagy árvíz, elvitte tízezer embert, egész várost. Aztán ránk fogtak magyarokra, kifosztottuk halottakat. Ez enyém gyomrom be nem veszi. Gyere csak ide, goromba, ilyenki, majd megtanulom én neked az emberséget. Mikor engem idehaza csúfolja valaki, te tót, azt tudom, hogy csak trífálja velem. De aki én nekem odakin, azt mondja, te tolvaj magyar, az nekem gorombaság, azt nem eltűröm. Megyek onnan. Csak hiába nincs olyan szép ország egész világon, mint a miénk Magyarország. Egész Amerikába sose nem láttam egy embert, akinek jó kedve van. De idehaza mi nálunk, még aki haragszik is, az is dalol. Dacára a nagy komoly helyzetnek, Mégis kénytelen volt, mind a zsuzsa asszony, mind a lidi nevetni a frányó világnézetei. nézetei. Ő pedig azt buzdításnak vette, és feljebb hágott a dicsekedésben. Hajhó, aztán vagyok én régi família. Az a híres Vojtina Mátyás poéta, akitől tanult Arany János verseket írja. Az én nekem volt valóságos kuzinom, aztán, amikor képviselő választás van, vagyok oda-haza, akkor úgy hívnak engem, hogy tisztelt hazafi. Visznek forsponton, és beírnak nevemet protokollumba. Még fejemet is bevernek. Zsuzsa asszony közbeszól. szól. Jól van, jól van, Jámbor frányú, de hát mondja meg, miért jött be most hozzánk. Hát szépen kérem a tensasszony. Engedje meg, hogy itt hagyom késeket, kanalakat, esőben megázza magát, rozsdás lesz, az nem jó. Hát aztán ma mivel fog kereskedni? Viszem a bögréket, ibrikeket, csuprokat. Partoljunk hazai industriát. No hát tegye le az áruit oda a szekrényre. Nem számlálja meg, hogy hány darabot hagy itt. Áj, egyik szegény ember, másik szegény embertől semmit sem elvesz hanem a drágalátos, szív kisasszony ezt a kicsi-kis bicsakot, akinek ez a rezes nyíl megvan, ellopná magának? Hát én az bizonyisten nem meglátnám. Ej, ej, Frányó, mondásos asszony, kedélyes kedve, bizony még beletalál szeretni a lidi kisasszonyba. Erre a gyanúsításra nagy mozgásnak indult a Frányó buksia. Háj, háj, az nem lehet. Hiszen nekem már megvan feleségem oda haza Liptóba. Ugyan nem mondja már, hiszen én magát több mint két esztendeje mindig csak egyedül látom járni. Hát csak nem hordhatok feleséget, fejem tetején, mint az üveges kosarat. Az otthon van zapjánál, teplicénom még leány. Micsoda, felesége még leány. A oh, hát, az úgy szokás. De már arra még Lidi kisasszony is félbehagyta a munkát. Hogy lehet az, Krányec úr? Hogy lehet? Hát vadkörtit se lehet mindjárt megenni, mikor fárul leszednek, hanem eltesznek szalmába. Ha lehet szalma, özvegy, lehet szalma, asszony. A lidi kisasszonynak ez a téma nem nagyon látszott ínyére lenni, mert visszafordult a hímző ráma felé, és folytatta a dolgozást. Frányó pedig nagyra vitte a lavateri arctanulmányt, Üzlete hozta magával az alkudozó hölgy arcából kiismerni, hogy vajon csak ugyan nem akarja-e az megadni a kínált a nyolc krajcárt. Jaj, kérem alázatosan, drága látos kisasszony, ne gondoljon ám, hogy valami csúnyaságot mondtam. Ott nálunk az a szokás, hogy mikor legyint elvisznek katonának, elébb megházasítanak, legény 16 esztendős leány, meg tíz, tizenkettő. Aztán feleség jár iskolába, ura meg halb Rex Mars három esztendeik. Hát aztán az mire való? Arra való, hogy mind a ketten megmaradnak hűségesek. Mikor aztán legény megy rezervistának, akkor szépen laknak együtt. Hanem hát, Nekem az történt, hogy mikor hazaeresztettek katonaságból, hát akkor az apósomnak a házába beleütötte a. hogy is híják magyarul? A villám segített neki, Lidi. Aj, nem, rosszabb. Isten nyila, találgatás, Ó, nyetek! ember Olyan hosszú papíros, amire ha nevedet ráírod, kak, víged van. Talán váltó? Tak, tak, tak! Jasna Strela Gladova. Az, az a váltó. Írta alá apósom 250 forintos váltót kocsmárosnak pálinkáért. Az sok, hiszen nem megitt a pálinkát, hanem apósomnak volt két lova, bár ne lett volna. Járt fuvarba, Szállította pálinkát Szent Miklósba. Aztán, mikor útban volt, ő vitte pálinkát, pálinka meg vitte őtet. Beleeste káróba, szekér, földült pálinka, kidült, hordó, ledült. A pósomnak meg kellett fizetni a nagykárt. Píz nem volt, adott váltót. Hát már most jáksz a mi mit csinál szegény franyó? Elmegy pénzt keresni hogy após adósságát kifizessük, különben elvesznek a házát. Maradsz zég alatt! Hát csak megint búcsút vettem zenyi túl, és elmentem tutajosnak, szállítottam deszkát, zsindelt, vicsérő Budapestre. Háj szív, kisasszony, ha maga azt tudná, micsoda mesterség annak a szegény tutajostótnak tótnak a dolga. Könnyű hajó kapitánynak, ha csak sétálja a ferdekkel, egyszer-egyszer bele résztrombitába valamit, aztán belük a be, Kormányosnak megmutatja furcsa bolondság, mágnes kompasz merre van az út. De mikor én elindulom magamat, potrágy alul vág vizen, éjjel-nappal ott kell lenni a kormánynál, hogy hamis vízbe ne szaladjon a talp, mikor szerte szít megy a víz. Ha szélgyűn kiver puszta szigethez, ott kell koplálnom, dideregnem. És aztán egész éjjel azon gondolkodom, mit csinál Zenyi Málicska most odahaza. Ha kicsiny a kicsi víz, alig tudok egy nap egy földet úsztatni. Ha meg hirtelen gyűn nagy eső, egyszerre megdagad a vág, akkor meg sodorja a tudajt. Alig győzöm doronggal innen-unnan eltaszigálni, hogy ki ne dobjon a partra. Ahon ugyan ugyancsak feszítünk, hogy hídlábhoz, jégtörőhöz oda ne vágjon. Messziről meg kell ismerni, hun van sarkantyú, hun van zátony, kikerülni. Ha elszakítok rívízkötelet kompnak, ha belemegyek a halászok halfogójába, megfognak, megbírságolnak. Az még csak jó, ameddig vág tart, hanem amint komárom híd alatt belemegyünk tutajjal nagy Dunavizibe, akinek nem látok a fenekire, azt se hallom, mit kiabálnak a két parton, olyan messze vannak. És azon a szíles nagy vizen úszom magamat kilenc szál fenyőcskén, se vitorlám, se vadmacskám. Egyedül zúristenbe kapaszkodom. A gőzhajó gyűn, nagy bolond hullám keresztül csap rajtam, úgy bukdácsolok, mint a kacsa. Ha malmokhoz közelítek, mlinárok messziről kiabálják. Janó, kukuk! Vigyázni kell, hogy malom láncra rá ne menjek, mert minden deszka zsindely vízbe fordul. Á, szép kisasszony, nem bolondság, mikor mondok, hogy Atlantumi óceán csak nagy pocsét, ha van hajó, de tessék, tudta jön utazni pokrájtól Budapestig. Liti kisasszony ráhagyta, hogy ez az utóbbi minden esetre több veszélye járó vállalat. Aztán még azzal sincs vige. Mikor gőzhajó kapitány Brémából megérkezik New Yorkba, honnan megint visszautazik Brémába, csak hajója orrát kell neki visszafelé megfordítani. De szegény talpas nem mert vissza kell neki gyalog hazamenni pohrágyba. Ezt csinálja meg gőzhajó kapitány. A csak sifli. Zsuzsa asszonyt untatta már ez a sok terécselés. Elvégezte már frányó gazda. Még el se kezdtem, amit kérdeze tőlem félséges kisasszony. Maga nagyságos tensasszony nem akarja hallgatni. Dugja be a fülét! Hogy nekem feleségem van, de nincs. Hát úgy van. Gondoltam, itt soká gyűn össze annyi pénz, elmegyek én Amerikába. Ott több van. Elmentem. Oda voltam. Nem kérek belőle másodszor. Nekem doszt elég volt. Oda voltam három esztendeig, dolgoztam kőszébányában, majd elvitt a zördög. Egyszer meg akartak lincselni, amiért nem álltunk bele sztrájkba. Ha nem megtakarítottam 250 dollárt, itt volt tűzőmben, csupa aranyban. Örültem magamat előre, kikalkuláltam. Ázsióval tesz ippen 300 forintot. Kifizetem apósom tartozását. Még marad nekünk gazdaság megkezdeni ötven kemény forint. Hát, mikor hazadjövök, akkor meghallom, hogy adósság megfiadzott. Apósom házát most már licitálni akarnak. Hát, hogy fiadzott meg az adósság? kérdezi Zsuzsa asszony. De jó, aki még ezt sem tud. Hát úgy, hogy apósom nem fizette azóta intereszt. Kocsmáros adta fiskális kezébe váltót. – Ó, ez szegény boldogtalan talán fucsek, Márton! Nem volt neked elég kocsmáros hordóját kidönteni, még fiskális kalamárisát is kidöntötted? Akkor minden pénzemet odaadtam adósságban, még maradt fenn ötven keserű forint, amit bettabuláztak após házára. Akkor aztán megint nyakamba vettem a szép világot, elindultam bicsakot, ibriket árulni. Amint van tíz forint nyereség, küldöm fiskálisnak haza, még tíz forintocska van hátra. Jaj, az utolsó tíz forint, de nehezen szaporodja magát. Össze, ha az meg lesz, akkor aztán mehetek haza az én lelkem malicskámhoz, akivel megesküdtem tíz ezelőtt. Akkor aztán Isten hozzád Budapest! Lásd, honnan kapsz több bicsakot! Ugye nem haragudja magát, drága szép kisasszony, hogy olyan sok szamárságot össze-vissza beszéltem? Azzal kiugrott a frányú a konyhából. A Lidi kisasszony nagyot sóhajtva mondta. Hát vannak emberek a világon, akik tíz esztendeig dolgoznak, nyomorognak, kuporgatnak, hogy amit ígértek, azt beválthassák. Csak hogy azok bocskorban, halinában járnak, felelt rá Zsuzsa asszony.